Kedves nézőink, a konkrét mai vendége Farkasné dr. Lukácsi Zita, az Esély Kft. ügyvezető igazgatója. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Két dologról beszélünk, az egyik az Esély Kft., hiszen tulajdonképpen ez a szervezet már 1982 óta működik, a másik pedig az, hogy hatalmas lehetőség előtt az Esély Kft., mert sikeresen pályáztak. Kezdjük az elsővel, Esély Kft., hogyan működnek és mi legfontos a legfontosabb feladatuk. A Kft. ugye 35 éve működik Győr városában, korábban költségvetési intézményként működtünk, most már non-profit gazdasági társaságként, mert ehhez kapunk állami támogatást a foglalkoztatáshoz. A KFT feladata a megváltozott munkaképességű és a fogyatékos munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása. De a foglalkoztatás mellett ugye alapvető cél az, hogy csak azok maradjanak védett munkahelyen a mi szervezetünknél, akik máshol a nyílt munkaerőpiacon nem tudnak elhelyezkedni. Akiknek egy icipici esélyük van erre, azokat föl kell készíteni a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre. Természetesen ehhez munkát is kell biztosítani, képzésben való hozzáférést is, képzési lehetőséget is, tehát ezt is ad a szervezet és a gazdasági szakemberek mellett szociális szakemberekkel is dolgozunk, mert ezek a munkavállalók, ezek az élet minden területén segítségre szorulnak, tehát napi rendszerességgel tanácsadás, szociális segítségnyújtást biztosítunk az ő számunkra. Tehát a mi szervezetünk feladata egy nagyon összetett feladat, Ebből következik, hogy sokkal jobban ismerjük a munkavállalóinkat, a munkavállalóink családtagjait és az ő igényeiket is, és próbálunk például a kulturális rendezvényekkel is az ő segítségükre lenni, ezért indítottuk be Anno annak idején például az Esély Galériát is hogy elhoztuk a művészetet is a munkahelyre. Tehát alapvetően foglalkoztatunk, munkáltatók vagyunk, de azért többek vagyunk, mint egy munkáltató. Említette, hogy ugye ez a legfontosabb feladatuk, és hogy mennyire összetett az önök dolgok. Kezdjük talán azzal, hogy ugye, aki megváltozott képesség, ez már eleve egy hatalmas kategória, de nagyon sokféle ember tartozik. Nekik egyébként jelen helyzetben milyen esélyeik vannak, hogy el tudjanak helyezkedni? attól függően nyilván, hogy, hogy, mennyire megváltozott képességük és a, milyen fogyatékossággal rendelkeznek. Hogyan, hogyan lehet ezt beazonosítani és azokat a cégeket összehozni, akik esetleg őket alkalmaznák? Tehát maga az, hogy valaki megváltozott munkaképességű, az valamilyen egészségkárosodást jelent, és azt egy orvosi minősítés határozza meg. Tehát a mi szervezetünknél is megvan az, hogy ki az, aki oda foglalkoztathatunk, és ki után kapunk a foglalkoztatáshoz támogatást. Tehát ez az egyik dolog. Minden megvált, te mindenki aki fogyatékos, az megváltozott munkaképességű, de nem minden megváltozott munkaképességű fogyatékos, mert ugye fogyatékossággal a négy fő fogyatékossági csoporttal általában születnek az emberek, mozgásértelmi sérült, látás, hallássérült. A megváltozott munkaképesség az pedig lehet egy balesetből adódóan, hogy veszítek egészségkárosodást szerzek, és vagy maradandó betegségből válok megváltozott munkaképességűvé. Tehát nálunk tudnak dolgozni ezek az emberek védett munkahelyeken, de nagyon jó, mert a kormány több évvel ezelőtt elindította egy olyan programot, amivel próbálja segíteni a nyílt piaci munkáltatókat is, és abba az irányba tendálni, hogy ők is egyre több ilyen embert foglalkoztassanak. Először is a 25 fő fölötti létszámnál már kötelező egy fő megváltozott munkaképességi munkavállalat foglalkoztatni. A munkáltató a nyílt piacon dönthet úgy, hogy nem foglalkoztat, de akkor be kell fizetni egy millió forintot a rehab alapba, tulajdonképpen az államkasszába, kvázi büntetésként, tehát én úgy gondolom, hogy megéri egy ilyen embert legalább négy órába foglalkoztatni, és adnak adókedvezményeket is, mert ezek az emberek töntő többsége jogosult például a rehabilitációs kártyára, ami annyit jelent, hogy adókedvezmény van, tehát a bérek utáni 22%-nak csak egy részét kell befizetni, vagy nem kell befizetni. Tehát mostanában most már elkezdődött egy ilyen tendencia, tehát a, a fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességűek most már nem arra vannak kárhoztatva, hogyha a mi szervezeteinknél nem találnak munkát, akkor nem tudnak dolgozni, hanem ismételten megkezdődött egy folyamat, hogy a nyílt munkaerőpiac is ebbe az irányba megy el, és ő is, ha nem is sokat, de azért országos szinten 20 ezer embert legalább fölszív, és ő is próbál foglalkoztatni. És hát azt mondják, hogy ugye Györben talán, mivel a munkaerőpiac olyan könnyebben el tudnak helyezkedni, ez akkor tapasztalható az elmúlt években, hogy, hogy a megváltozott munkaképességű embereket, a fogyatékos embereket könnyebb talán elhelyezni? Igen, tehát az egyik dolog, ami leginkább ezt magyarázza, hogy az ilyen szervezetek, mint a miénk is, azoknak akreditáltatni kell magát és ha megnézzük az országos akreditációs listát, akkor látjuk, hogy Győr Moson Sopron megye az ország egyik megyéje, ahol legkevesebb ilyen akreditált szervezet van, mert a nyílt munkaerőpiac is fölszívja ezeket az embereket. Ugye itt alacsony a, a munkanélküliség iráta, tehát ebből következik, utána azért a nyílt munkaerőpiac is kivesz ebből némi részt, és a mi szervezetünk például 171 főt foglalkoztat, tehát azért a az 171 családot jelent, de ebben a megyében még működik Móváron, Kapuváron és Sopronban, és még egy-két ilyen civil szervezetnél egy 10-20 fős. Tehát úgy tűnik, hogy aki azért dolgozni akar, akkor azért talál magának a lehetőséget. Tehát itt jobb a helyzet. Mondjuk az ország keleti részében azért sokkal nehezebb. Önök számára gondolom az is rendkívül fontos, hogy azokat az embereket, akik megváltozott munkaképességek vagy folyatékossággal élnek, bátorítani kell, hogy van lehetőség, jöjjenek be, próbálják meg, ne legyenek elkeseredve. Ez is egy nagy feladat. Hát igen, nagy feladat de próbáljuk megcsinálni, de három tevékenységi köre van a szervezetnek van varodánk, van nyomdánk, és egy központi műhelyünk, ahol hát azt mondtam, hogy mi repülőt nem szeretünk össze, de mindenféle alkatrész minősítést, javítást, sorjázást, csomagolást, szerelési munkát, tehát amit a multicégeknek is végzünk, tehát ilyen munkát is tudunk végezni. De azért nálunk is van portás, takarító, csoportvezető, üde, üzemi adminisztrátor, gondnok, targoncavezető, vezető, gép, gépmester. Tehát nagyon sok az a munkakör, amit megváltozott munkaképességi munkavállaló is el tud látni. Tehát van előre meneteli lehetőség is. Én nem azt mondom, hogy egy két diplomás ember, aki egy autó balesetből adódóan mondjuk elvesztette a látását, vagy mozgássérült lehet, hogy azt a saját szakmájába tudom foglalkoztatni, de lehet, hogy egy csoportvezetőként tudjuk alkalmazni. Tehát próbálunk mi is előmeneteli lehetőséget is azni. Tehát nem azt mondjuk, hogy ezek az emberek legyenek betanított munkások és végekész. Sőt, saját pénzből szerveztünk már négy fő részére targonca tanfolyamot, OK és képzést is, és megcsinálták Munka munkavállalók, több hallássérültem is. Tehát azért ez, ez komoly dolog, komoly előrelépés az ő számukra. Állami támogatást már említette, tulajdonképpen egyfajta állami támogatás az is, hogy pályázati lehetőségeket biztosítanak a non-profit szervezetek számára, és hát örömmel mondhatjuk, híradom már beszámolt arról, hogy egy két éves nyert, egy két éves pályázatot nyertek. Mit is jelent az önök számára, és hogyan fog ez megvalósulni? Egy Európai Uniós pályázaton nyertünk, a Védőháló a Családokért volt a pályázati felhívás címe, a Család, mint összetartó erő címmel nyertük, egy-egy projekt nyerhetett 40 millió forintot, és mi megnyertük ezt a teljes Összeget. Ez számunkra rendkívül fontos. Először is azért, mert a szervezet állami támogatásból, önkormányzatiból és saját árbevételből működik. Ez azonban annyira kicsi mozgásteret ad, hogy kulturális rendezvényekre, nagyobb rendezvényekre, külön extra tanácsadásokra, tehát erre nincs lehetőség. Ez a pályázat most megadja nekünk azt, hogy nem csak a munkavállalóinkat, hanem a munkavállalóink családtagjait is be tudjuk vonni, Ezekbe a közös programokba. Nagyon fontos a mi szervezeti életünkben a család, hiszen ha egy fogyatékos emberrel is gondol, akkor a családtagjaival is kapcsolatba kerülünk, és a családoknak is nagy segítség, ha tudják, hogy ők nincsenek egyedül. Ezért is pályáztunk erre. És tulajdonképpen ez a 40 millió ez lehetőséget ad arra, hogy éves szinten négy nagy rendezvényt tudjunk megcsinálni, kisebb csoportfoglalkozásokat, tehát be tudjuk a családtagokat is vonni, sőt, az együttműködő partnerektől is tudunk családtagokat bevonni ezekbe a közösségfejlesztés, közösségépítő programokba. Úgy tudom, hogy egyfajta egyeztetés lesz, hogy pontosan milyenek lesznek ezek a programok, nagy rendezvények. Ez most folyamatban van, ráadásul az önök dolga nem egyszerű, hiszen a pályázat kapcsán önöknek is mindent meg kell pályáztatni. Igen, hát az Európai Uniós források azért azok nagyon komoly pályázati feltételeket írnak elő. Tehát itt csak egy-két számot mondanék, 1100 pályázat érkezett erre a védőháló a 155 volt a nyertes, és 95%-ot kellett pontot teljesíteni ahhoz, hogy valaki nyerjen. Tehát ez, tehát ez egy komoly, tehát egy komoly munka volt, tehát a pályázatot megérni nem egy egyszerű dolog. Aztán utána a pályázatot levezényelni sem egyszerű dolog, mert mivel uniós forrásról van szó, minden tevékenységet meg kell pályázni. Tehát most egy kicsit csúsztak a pályázati kírók, és azért vagyunk mi is csúszásba, mert most már megkaptuk a támogatási szerződést, tudjuk, hogy mennyi pénzt nyertünk el, de azokat a program amiket leszeretnénk bonyolítani, tekintettel arra, hogy mi írtuk ki a pályázatot, mi magunk nem bonyolíthatjuk, tehát meg kell azt is pályázni. Sőt, azokat a szakembereket is meg kell pályáztatni, azok, akik azokban a programokban részt vesznek. Úgyhogy ezért most van még csak egyeztetés alatt, hogy melyik programmal tudunk kezdeni, mi az, amit legkönnyebben, leghamarabb meg lehet pályáztatni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy májusban egy interaktív kiállítással fogunk kezdeni, mert ezt a blokkot, ezt, ezt egyszerűbb megpályáztatni. Utána lesznek majd nyáron vagy ősszel-nyár végén a nagy családi napok, családi rendezvények, sportrendezvények, egészségnapot szervezünk, akkor utána a családoknak persze lesz színházlátogatás, gyerekszínházlátogatás, állatkertlátogatás, közös főzés, fenntarthatósági nap. Tehát nagyon széles ez a skála, nagyon nagy programokat, tehát nagyon széles és nagy ívű programot szeretnénk ebben a 24 hónapban megvalósítani. És tulajdonképpen minden hónapra esik egy, egy program. Tehát van a kisebbek, azok folyamatosan, a nagyok pedig szinte havonta egy-egy lesz majd. És hát Ez azért is jó, mert az SLK. működését még többen megismerik, szerintem Igen. ez is cél megismerik a kártét, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy főként azok a családok vannak hátrányos helyzetben, ahol fogyatékos embert nevelnek. Nem mindig tudják, hogy hova kell menni. A a családsegítők látókörébe is nagyon sok család kerül, de azért ez egy nagyon speciális terület. Tehát itt nálunk, mivel az együttműködő partnerek között is van az négy nagy fogyatékos szervezet, tehát őtőlük is fogunk szakembereket kérni, akik egy-egy műhely munkába részt vesznek, és a családoknak segítséget fognak nyújtani a speciális élethelyzetben lévő gyerekeknél. Tehát azért örülünk enneknek a családi rendezvényeknek, mert bár általában a mi munkavállalóinkra, a mi családjainkra fogunk fókuszálni, de az együttműködő partnerektől is várunk családokat, és ők is megismerhetik tényleg a mi munkánkat, meg azt, hogy mit, tud, le, mit lehet kihozni abból a hátrányból, amikor egy hátrányjal élet család, mondjuk egy fogyatékos gyerekkel a gyerek születésétől kezdve az egészen az élete végéig. De ebben nem bele kell süppedni, és nem azt kell mondani, hogy itt a világ vége, hanem ha megfelelő információval rendelkezik valaki, tudja hova forduljon, kitől kérjen segítséget, akkor ezek az emberek tudnak teljes életet élni, és tudnak akár még diplomát is szerezni. Tehát ebbe próbálunk mi segítséget nyújtani nyújtani nekik ezekben a programokban. Programok tehát egyeztetés alatt vannak, ezeket mikor lehet megismerni? Hát egy jó másfél hónap múlva biztos, mert most fogunk összejönni az együttműködő partnerekkel, megnézzük, hogy ki milyen programba tud bekapcsolódni, és utána pedig azokat megpályáztatjuk, a pályáztatás után pedig indul a munka. Na most az együttműködő partnerekben ugye segítséget kérünk a programoknak a terjesztésében is, nem csak az emberek toborzásába, és minden együttműködő partnernek a honlapján közé fogják tenni ők a saját klientúrájuknak, a a klienseik körébe, hogy hol, melyik rendezvényen, mikor tudnak részt venni, hova tudnak bekapcsolódni. Most azért ezt a programot, ezt úgy lehet, hogy egy negyed évet tudunk mindig előre prognosztizálni, nyilván, mert azért évekre előre tervezni nem lehet, de negyedévenként mindig előre tudjuk megmondani. És akkor a családsegítőnél, Szentsírélésmetód Alapítványnál, Eszinél, Eszinél, Mozgássérült Egyesületnél, Vöröskeresztnél, tehát akik a mi együttműködő partnereink, ott is lehet tudni, és a mi honlapunkon is rajt lesz folyamatosan, hogy mik azok a rendezvények, amikre várjuk a a, a, a családokat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Remélem, nagyon sok embernek örömet okoznak majd ezek a programok. Kedves nézőink, konkrét természetesen lesz pénteken, akkor is várjuk Önöket. Addig is a viszontlátásra. A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.